Tojka Tiboré zenekara biztosította a jó hangulatot a gyulai batyus aratási bálon. Werner György főszervező kiemelte, nem volt nagy hagyománya a városban az aratóbálnak, ezt a rendszerváltáskor hívták életre. Mi le vagyunk maradva a szarvasi, a gyomai, a egyéb térséghez viszonyítva, ahol hagyományosan még aratási ünnepségeket tartanak, és utána egy bállal fejezik be. Ez Gyulán ez így nem működik. Valahogy a gazdák nem annyira találnak egymásra, de mi igyekszünk azért a gazdegyesület, a kertbarátkör is a maga módjára ezeket a típus embereket valamilyen szinten összetartani, és hát egy ilyen bállal minden évben azért megtiszteljük őket. Most már több mint nem csak három, hanem négy civil szervezet, az ipartestület is most már általunk ebbe a körbe bekerült, most jelen vannak jó néhányan már az ipartestülettől is. Négy civil szervezet fogja össze a helyi gazdatársadalmat. Hagyományteremtő céllal lesz minden év végén iparos bál, nyáron pedig az aratás idején aratási bál. Az idei eseményen 80-an vettek részt. A Kert Egyesület, Tanya Egyesület elnöke Nyíri Misi, neki is van itt egy kis társasága, ő ajánlott ezt a termet nekünk, hogy tulajdonképpen tavaly, amikor elindítottuk azt, hogy a gazdabál most már egy aratási bál legyen nyáron, az még az udvarunkban volt az első próbálkozás, a tavalyi, nagyon jó volt az is sátor alatt, nagyon kellemes volt, de mivel hogy a Várszínháznak egyéb programjai miatt nem tudtuk már most egyeztetni, mert ők nyilván nem voltak hétvégén szabadok, így aztán ott nem tudtuk megrendezni, és tulajdonképpen beláttuk, hogy itt egy fedél alatt vagyunk, nyugodtabb körülmény között, kicsit másabb a körülmény, batyus módon tudjuk megrendezni, itt nincs büfé, itt nincs felszolgálás, itt tulajdonképpen egy nagyon finom vacsorát főznek. Az aratási bál jó alkalmat teremtett arra, hogy a megjelentek kötetlenül beszélgessenek, szórakozzanak.